CD-vel nyissa meg ezt a sajtótájékoztatót. Köszönöm szépen. A tisztelt képviselők, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Ez egy a biciklis rendezvénynek a megnyitója. A felszólók közül csak Révész Máriusz az egyetlen, aki annak is néz ki. A többiek is tudnak egyébként kerékpározni, és fontos is nekik ez a terület. De úgy gondoltuk, hogy Máriusz bízunk ennek a tényleges bemutatását, hogy ő is kezdeni, ő a legfiatalabb és a legvékonyabb közülünk. Én azt gondolom, hogy ma két dolgot ünneplünk, az egyiket csak óvatosan, de a kettőnek köze van egymáshoz. Az egyik az, hogy Magyarországon az elmúlt, mint Európában és a világon mindenhol, az elmúlt néhány hónapot egy olyan dolog határozta meg, amit nem mi akartunk. Nem volt rá hatásunk, ez a vírus. Az a vírus, ami egyébként átrendezte az életünket. Ennek az átrendezésnek, ennek nagyon sok eleme volt, voltak negatív elemei, de vannak pozitív elemei is. Örülünk annak, hogy a vírus most egy olyan szinten van már, ami kezelhetővé teszi ennek a terjedését. Így is kell, hogy maradjon. Nagyon fontos hogy ne bízzuk el magunkat, és azokat a fegyelmezetten végrehajtott szabályokat, amit eddig betartottunk, és ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag most már naponta vagy nincs, vagy csak néhány újabb vírusfertőzöttel számolunk, ez így is tudjuk tartani. Említettem a pozitív ügyeit, ebből nagyon sok minden van, hiszen egy ilyen helyzet átgondolása a sarkalja a döntéshozókat, általában az embereket. Nem szeretnék erről beszélni, ez egy nagyon hosszú dolog, és ez azt hiszem, hogy majd sok könyvet meg fog érni, egy részéről viszont mindenképpen beszélnék, ami a kerékpározásra vonatkozó hatását jelentette. Ugye amikor világossá vált, hogy ez a vírus, ez emberről emberre gyorsan tud terjedni, hogyha közel vagyunk egymáshoz, ez nagyon sok mindent okozott. Az egyik a közlekedés átalakulása. Ha megnézzük azt, hogy a közlekedés eszközei, a vonatok és az autóbuszok az elmúlt időszakban milyen módon voltak megtöltve, annak ellenére, hogy egy sor jogszabályt hoztunk, hát azt láttuk, hogy egy vasúti kocsiba vagy senki, vagy egy ember ült, ez igaz volt egyébként az autóbuszokra is, és ilyen értelemben felértékelődött az egyéni közlekedési eszközöknek a jelentősége, ugye részben az autó, de felértékelődött a biciklizés is, a kerékpározás is, úgyhogy egyre többen választották ezt az eszközt arra, hogy a napi ügyeket intézzék, vagy munkába menjenek, vagy egyáltalán csak azt az időt, amit egyébként ezzel a ilyen értelemben a vírus szempontjából legveszélytebb sporttal el tudjanak tölteni. Azt hiszem, hogy ha ennek van pozitív hozadéka, az az lesz, hogy aki előtte nem kerékpározott, mert a Magyarország jól áll, azok meg fogják tartani ezt a szokásukat, és továbbiakban is a biciklit, mint közlekedési eszköz, mint a szabadidő eltöltésének, vagy mint a sportnak az egyik eszközét fogják nagyobb mértékben választani. A kormány ezt persze jóval korábban felismerte, és megkezdtünk egy sor olyan beruházást, ami a biciklizést, a kerékpározást támogatja. Ez a frissen elkészült kerékpáros beruházás, a 16. kerékpárút befejező szakasza mind a két elvárásnak maradéktalanul eleget tett. 2018-ban az Innovációs Minisztérium készített egy felmérést, ami felmérés szerint a biciklizést első helyen az infrastruktúra állapota határozza meg, és ha megkérdezték az embereket, hogy ők mit várnak el a kormánytól a kerékpározás területén, ők azt mondták, hogy az infrastruktúrát kell erősíteni, de aztán, hogy végén visszatérnék egy másik elemre, ami szintén fontos. 2010 óta mintegy 1300 kilométer új kerékpár utat fejlesztettünk Magyarországon. Jelenleg 9000 kilométer a kerékpározható útszakaszoknak a száma, amit ajánlunk arra, hogy kerékpároznak rajta, hiszen ezek biztonságosak és egyébként jó minőségűek. Ebből a 9000 kilométerből nagyjából 4000 kilométer, ez önálló kerékpárút vagy gyalog és kerékpárútként működik. A 14 és 20-as időszakban további jelentős fejlesztések valósultak meg, illetve fejezzük be őket, mint ez a mai átadó, több mint 200 milliárd forint értékben. De ez azt fogja jelenteni, hogy a meglévő hálózat belátható időn belül 6000 kilométer, tehát a 4000-hez képest 2000 kilométerrel több önálló kerékpár utat fog magába foglalni. Megnéztük azt, hogy hogyan haladjunk ezzel tovább. 2030-ig a teljes kerékpározható úthálózatnak a hossza ezzel fog érni a 15000 kilométert. Azt gondolom, hogy Kelet-Magyarország előket nem kell győzködni a biciklizésnek, a kerékpározásnak az előnyeiről, és hogyha megnézzük, hogy a Délalföld, Észak-Alföld hogy áll ezen a területen, akkor azt látjuk, hogy leginkább itt magas azoknak a száma, akik a kerékpárt vagy mint közlekedési eszköz, vagy mint a szabadidő eltöltési eszközét használják. Zalaiként hozzátéve ennek azért van egy indoka, Zalában ez a hegyes, dombos dolog többeket, 120 kiló, amit megvan, és visszariaszt attól, hogy elkezdjek-e biciklizni, lehet, hogy a motor egy praktikusabb megoldás, de
illetve van a kerékpárnál is erre vonatkozóan megoldás. Ezekkel a számokkal viszont érdekes, hogy Magyarország, Dánia és Hollandia után Európában a harmadik leginkább kerékpározó ország, ami én azt hiszem, hogy jó alapot ad arra, hogy ezeket a fejlesztéseket megindokoljuk és egyébként tovább vigyük. Tehát jó helyre került az a 3,1 milliárd forint, amelyből a NIF ZRT beruházásában egy régi adósságot törlesztettünk. Megépítettük a Tiszatavi kerékpárút utolsó szakaszát, aminek egyik része mögöttem látható. Ezzel a 6,5 kilométeres új aszfaltozott felülettel a Tiszató teljes egészében körbejárható kerékpárral, és egyébként egy közel 70 kilométeres bringakört zártunk ezzel be. Ez azt jelenti, hogy az itt kerékpározók teljes biztonságban tudnak kerékpározni, hiszen itt elválasztottuk az egyéb közlekedési infrastruktúrától, legalább 2,5 méteres keresztmetszet garantálja azt, hogy a kerékpárúton is biztonságosan lehet közlekedni. A fejlesztés részeként megépült 4 híd is. Ez alapvetően, amikor errefele jöttem, emberben támad egy ilyen érzés, hogyha az országnak ezen a részen jár, ez a Kijencsiki hidat jelenti, na valami ilyen érzés támad itt is. És hogyha megnézzük azt, hogy mi is történt ténylegesen ezzel a kerékpárúttal, egy, hát műszakilag biztosan biztonságos és funkcionális híd mellé építettünk egy kerékpárok számára alkalmas hidat, és ennek adtunk egy olyan design elemet, amit az egészet átrendezte, úgyhogy a tervezőnek én szeretnék gratulálni, és mindenképpen a javaslom az ilyen típusú létesítmények tervezésénél, hogy próbálják meg ezt a szempontot is figyelembe venni. Én azt hiszem, hogy itt ez mindenképpen sikerült. Itt a Tiszatónál egyébként két nemzetközi kerékpáros útvonal találkozik. Én azt hiszem, hogy ezzel a beruházással ennek az európai szintű felértékelését is meg tudtuk tenni. Ezeknek a nemzetközi kerékpárutaknak a hazai fejlesztése persze több szakaszon zajlik. Megújul a balatoni bringakör, illetve épül a Budapest-Balaton összeköttetés, és a napokban készült el az Eger és Egerszaló közötti kerékpárút is. A kormány persze nem csak a kerékpárutak fejlesztéséről, hanem a már megépült szakaszoknak a karbantartásra is gondoskodik. Azt hiszem azt a itt levő, akik bicikliznek és használják ezeket, mindenképpen nem egy jó érzés, amikor egy fűvel gazdag benőtt kerékpárúton kell közlekedni. Részben az esztétikai, részben a biztonságot is negatívan befolyásolja. Ezért aztán azt mondtuk, hogy miután az önkormányzatok különböző módon látták el ezeknek a kerékpárutaknak a karbantartását, és úgy gondoltuk, hogy ennek jelentős részét állami fenntartásba fogjuk vonni. A Magyar Közút Nonprofit ZRT, aki egyébként 32 ezer kilométer közútat gondoz, ők ezért felelősek lesznek. Az elmúlt két évben összesen 1000 kilométernyi kerékpárutat vett kezelésbe, és én bízom abban, hogy ezeknek a kerékpárutakon talán meg tudják a szövetségek vezetői erősíteni, azóta lényeges karbantartási a előrelépések történtek. Elkészült a Tiszafület Porosztó szakasz, ezt is a közútkezelő gondjaira bízzuk, ami az egyébként meglévő hálózatára és szakemberére építve fogja ezt a szakaszt karban tartani. Ők ehhez a szükséges eszközöket, fűnyíró traktorokat, illetve a javításra szükséges eszközöket beszerezték, tehát kapacitáson és szándékon nem fog az múlni, hogy ezek az állami kezelésben vont kerékpárutak a jövőben nagyobb biztonságot és a nagyobb esztétikai élményt is tudják szolgálni. Az infrastruktúra fejlesztés, ugye ahogy ebből a tanulmányból látszott, a legfontosabb része a kerékpáros közösség támogatásának, de én azt gondolom, nagyon fontos az is, hogy milyen módon ügyelünk a kerékpárosok biztonságára. Révész Máriusszal, hát most már heti rendszerességgel beszélünk arról, hogy a KRESZ-ben milyen módosításokat kell létrehoznunk annak érdekében, hogy a bicikliseknek a biztonsága növekedjen. Nyilván a KRESZ az egy összetett rendszer, hiszen más szereplői is vannak, ennek ellenére talán a legvédtelenebb a részvevői közlekedés a biciklisek, tehát ilyen értelemben erre mindenképpen ügyelni kell, és ebben is lesznek az elkövetkező időszakban változások. Ahogy említettem, zalai vagyok, és ott ezek a dombok, ezek a biciklisek a szándékát, ezt nem minden esetben erősítik, mert partnak fölfelé is kell hajtani, hát lefelé gurulni persze egyszerű. Ezért aztán azt gondoltam, hogy az első reakció, amikor a kerékpárszövetség és Révész Máriusz javaslatát meghallottam, hogy terjesszük ki az elektromos jármű támogatási rendszert a biciklikre is. Az első reakció az volt, hogy a bicikli tekerni kell, ez erről szól. De ezt nem egy kicsit ezt tovább gondolja, akkor azért van egy sor olyan alkalmazás, ahol az elektromos rásegítés a biciklik esetében, a kerékpárok esetében szintén legitim, ilyen például a munkába járás, vagy ilyen a
60 éves életkorhoz közeledő nagy darab embereknek a szándékának az erősítése, mint az enyém. Úgyhogy a Kerékpáros Szövetség, illetve Évész Máriusz kormánybiztos úrral elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogyan tudunk olyan megoldásokat találni, hogy Magyarországon azoknak is, akik egyébként nem csak a sportcélról, ugye tekerni kell, nem csak sportcélra használják a kerékpárt, hanem munkába járás céljára, vagy már elérték azt a kort, vagy olyan állapotban vannak, hogy mondjuk az elektromos rásegítés az mindenképpen a motivációt növeli, meg fogjuk fontolni és ki fogjuk terjeszteni ezt a rendszert. Hát ez a második jó hír a mai napra, az első az, hogy elkészült és most át fogjuk adni, a második pedig az, hogy jövőben is vannak terveink arra vonatkozóan, hogy magát a kerékpáros közlekedést, a kerékpáros sportot hogyan tudjuk támogatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.